Sziasztok, Varga Tamás vagyok az itfrösh.hu portáról, ez pedig előttem a VTech Talk 5H-s készüléke. Ugye ez az új telefonkészülékük, amit nemrég dobtak a piacra. A telefonról annyit kell tudni, hogy azért érdekes, mert nagyon nagy kijelzővel rendelkezik, quad-core processzorral, és nagyon jó áron lehet kapni a telefont. Körülbelül egy jelenleg a piacon most ilyen bruttó 50 ezer forint körül forgalmazzák a telefont. Amit nagy vonalakban tudni kell róla, hogy HD felbontást kapott ez az 5,5 colos kijelző, 1280x720 pixelt jelent pontosan, és IPS kijelzőről beszélünk, nagyon jó betekintési szöge és tényleg szép képe van. MediaTek MT6589-es Cortex A7-es quad-core processzor van benne, 1,2 GHz-es órajelen, 1 GB memóriát kapunk még bele, és 4 GB belső tárhelyet, de ugye SD kártyával 32 GB-sal bővíthetjük, plusz ráadásul dual SIM-es telefonról beszélünk, ami kártyafüggetlen, és két kártyát helyezhetünk bele, egy mikroszimet és egy normál SIM-et. Az akkumulátorunk az körülbelül egy-két napig bírja általános használat során, azért játékkal, filmnézéssel hamarabb is ki lehet csinálni, ez egy 2500 mAh-es akkumulátor. Jó nagy szint a telefon hátulja, csak akkumulátor. Három funkció gombot kaptunk itt alul, ugye egy home, egy menü gombot, és egy back, egy vissza gombot. Itt láthatunk még egy ilyen kis mikrofont, és ugye itt van egy, itt már nekem volt egy észrevételem a telefonnal. Csak annyi volt, hogy itt a maga a kijelző, és ez az alsó ugye, beszélő rész, vagy mikrofon rész, ott van egy ilyen fehér káva, ez nincs egybe a kijelzővel, külön is választották, itt a kijelző széne egy szinte egy szinten kezdődik, aztán itt középen van egy ilyen kis design elem, egy ilyen domborítás, aminek valójában itt kicsit éles a széle, és ahogy itt a home gombot nyomkodom, akkor egy kicsit bántja az ujjam. Ezt az egy zavaró dolgot vettem észre. Első körben magán a telefonon ugye egy Android 4.2.1-es operációs rendszer van jelenleg. Nem tudom, hogy későbbiekben lesz a frissítés a VTech-től. A táblagépekhez most adtak ki egy az újabb típusúakhoz új Android verzió frissítést. Ezt lehet olvasni és letölteni az oldalukon. Szóval a készülék az egész jó, a fogással megint csak annyi problémám van, itt hogyha nézzük, hogy a szögletes kialakítású a telefon széle, és a hátlap az nem teljesen megy rá a telefonnak a széléhez, hanem itt egy kicsit egy ilyen lépcsőszerűen ott helyezkedik el, és a telefonnak is van egy éle, meg a hátlapnak is van egy éle, és a fogom így a telefont akkor igencsak bántja itt az ujjaimat, az ujjbegyeket, meg hogyha így fogom ezt a 200 g-os telefont, akkor itt is nyomja egy kicsit a tenyerem, meg érzem, hogy ott vannak azok az élek, az a dupla él, ami eléggé zavaró, legalábbis számomra, ezt egy tokkal lehet orvosolni, hogyha valakit nagyon zavar, de mégis szeretné ezt a készüléket. Ez nem volt egy jó kivitelezés. Na mindegy, erről most tovább nem beszélek nektek, ez csak az én problémám. Ugye van egy előlapi kameránk, ami videóhívásra tökéletes lehet, és van egy hátlapi kameránk villanó fénnyel, van itt egy hangerőszabályzónk, hardware-es gombunk, és itt van egy bekapcsoló gombunk. Fölül pedig van még egy jack, egy felhallgató csatlakozónk, úgyhogy ennyiben merül ki a kis hordozható számítógépünk. Itt pedig van még egy micro USB csatlakozónk. És hogyha már itt kitértem ugye a használatra, meg a fogására a telefonnak, akkor még annyit kell tudnunk róla, hogy kaptunk hozzá egy hálózati töltőt, amit én egy kicsit nekem hajlítgatni kellett, mert itt is lehet látni, hogy a két láb hogy meg van hajolva. Azért ezzel kellett küzdenem, habár mondjuk ez csak egy tesztkészülék, hogyha boltban vettem volna, akkor visszavinném. A másik pedig az, hogy volt itt nekünk egy micro USB kábelünk, ugye ez a gyári micro USB kábel, amit kapunk a telefonhoz. Ezzel csak annyi baj volt, hogy tölteni töltötte a telefont, mondjuk itt, ahogy nézzük a hajtást, amit eléggé meg lennének törve a kábelek, vagy valami átment volna rajta. Tölteni töltötte, de bármilyen számítógéppel kötöttem össze, akkor nem ismerte fel a telefont a számítógép. Más kábellel egyből felismerte a telefont, úgyhogy arra gyanakszom, hogy ezzel a kábellel valami nem oké. Ami még negatívummal találkoztam, az annyi volt, de az legyen a legnagyobb problémám,
hogyha mondjuk esetleg olyan helyen laksz, ahol van metró, és rádiót hallgatsz, akkor számíts arra, hogy mondjuk a metróhoz közel érsz, vagy közelebb érsz, akkor a rádióállomás, amit hallgatsz, az átvált egy másikra, hogy milyen indokból, azt nem tudom, valami bezavarja a jelet, de ez sem olyan zavaró, mert mondjuk metró nem nagyon tudsz rádiót hallgatni. Az, hogy előtte ugrik egyet az adó, vagy utána ugrik egyet az adó, az meg már... Azon már tényleg részletkérdés ezen az áron, ezért a telefonért. Mondom, a teljesítmény nagyon jó. Lagókba, fagyásokba nem ütköztem. A mobil adat kapcsolat is működött rendesen. Minden funkció működött rendesen. Tesztekben is elég szépen teljesített. Szép nagy kijelző van, tényleg lehet használni. Teljesen látni, nagykezűeknek tényleg ajánlom a telefont, nem fogják megbánni. Hát ha tisztában vagy ugye ezekkel a kisebb bagokkal, tudod, hogy ezt veszed, meg ezt tetszik, meg ezt akarod, akkor nem fogod megbánni. Ilyen kis dizájnos, kis vékony telefon lett. A pár negatívuma ellenére mondom, árérték arányban kiváló, és bátran ajánlom ezt a telefont bárkinek, hogyha nem egy selejtet fog kivéletlenül. De azt a vétek úgy is cseréli szerintem. Úgyhogy Varga Tamás voltam az itfröccs.hu-ról, sziasztok!